A világító berendezések használatát és az autók téli viszonyokra való felkészítését ellenőrzik a rendőrök a Látni és Látszani kampány keretében. Csütörtökön a 86-os és 87-es főutak szombathelyt elkerülő közös szakaszán állították meg a gépjárműveket, akiknél mindent rendben találtak, csokoládémikulást kaptak, aki szabályt szegett, annak virgácsot adtak és figyelmeztették a rendőrök. A tapasztalatok szerint minden harmadik-negyedik autós világítás nélkül közlekedik lakott területen kívül, pedig a fényszórok használata a romló téli látási viszonyok és a korai sötétedés miatt különösen fontos.